Köszöntöm Önöket! Ez már a Pécs TV sportműsorának Európa bajnoki különkiadása, ami azért lesz érdekes, ugyanis három szemszöget is vizsgálunk az elemzés során, ugyanis Magyar Márk személyében egy klubigazgató, Nagy István személyében egy játékvezető, még Mészáros Ferencnek köszönhetően egy edző is itt lesz velünk, úgyhogy ha készen állnak, akkor mindenképpen tartsanak velünk a következő percekben. Kifejeztük, hogy valószínűleg a magyar csoport a legnehezebb. Viszont ha ránézzünk, akkor két pontot csak-csak összeszedtünk. Hogy gondoljátok, ez meglepetés? Hát ha kezdhetem, én azt gondolom, hogy abszolút meglepetés. Én magam úgy voltam vele, de szerintem nem voltam egyedül, hogy legalább az jó lenne átélni, hogyha a magyarok legalább egy gólt tudnak szerezni egy teltházas Puskás arénában, és azért ennél több is kijött ebből, úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút megemelhetjük a kalapunkat a válogatott előtt, illetve akik a környékén dolgoznak, és hát nem beszélve a szurkolókról, mert szerintem fantasztikus atmoszférát teremtettek az egész EB-n mind a két hazai csoportmeccsen, illetve hát ugye még a mondhatjuk talán az egyenes kieséses szakaszt is. Egy VB győztes elleni döntetlen például az kizárólag a magyar csapatnak köszönhető, vagy kell hozzá egy francia fásultság is? Hát, beszéljünk annyira haza, hogy azt gondolom, hogy akkor ez inkább egy magyar siker. Most, hogyha a francia oldalról nézzük, akkor biztos, hogy nekik ez nem egy sikertörténet, akár az egész EB szereplésük, de hogy a csoportmeccsen az ellenünk való szereplés, az nem hiszem, hogy nekik a siker kategóriába tartozik. Nekünk én azt gondolom, hogy igen, amit ugye itt a Márk is említett, hogy ez a három mérkőzés, amit így kettőt ugye személyesen, aki részt tudott venni, az át is élhette, a harmadikat, vagy aki esetleg el tud utazni, én azt gondolom, hogy olyan élményben részesült, ami ha igazi szurkoló, akkor ez nagyon-nagyon hosszú ideig ott marad benne, és egy elég jelentős muníciót kap. Én azt gondolom, akár a magyar labdarúgás, a válogatott, illetve a nézők is. Feri, te hogy látod a németek és mondjuk a franciák produkciója volt annyira meggyőző, mint a két előző VB címvédői? Magyarok ellen, ugye? Hát én azt mondom, hogy azért mi sokkal jobbak vagyunk annál, mint hogy az ellenfelek gondolják. Tehát, és ezért én úgy látom egy picit, hogy néha lebecsülnek bennünket, ami egyelőre most még jó, de a két pontot mondjuk nem kell magyarázni, és tényleg, ahogy itt már említette, nagyon nagy, hogy mi a szurkolótábornok, egy nagyon nagy háttértámogatása is kellett hozzá, hogy kell hozzá. De egy biztos azt lehet látni, hogy az utóbbi években a rossz jól nagyon sokat fejlődött a válogatott, és emlékszel, hogy beszéltünk róla, hogy majdnem mindegy idézőjelben, hogy ki játszik, mert ugye hiányoztak olyan játékosok, akik meghatározzak, és mégis működött a válogatott, mert nagyon jól összevarak a szerkezőtileg is, és egyéb. Kijelenthetjük, hogy Marco Rossi személyében megvan a tökéletes edző? Hát én azt gondolom, hogy a tökéletes edző nem biztos, hogy létezik, mert annyi változó van a labdarúgásban, hogy azt nagyon nehéz, illetve hogy mindegyik játékos keretre azt gondolom, hogy lehet egy tökéletes edzőt találni. Ráadásul tényleg azt lehet mondani, hogy ahogy itt korábban elhangzott, nincs egyszerű dolga, illetve hát nyilván most azért abban lehetünk őszíték, hogy nem a világ krémjéből tud válogatni. Tehát nagyon nehéz dolga van, de az biztos, hogy itt jelesse vizsgázott, tehát az abban nem lett kérés. És
ha visszanézünk, azért voltak nála egy sokkal gyengébb szövetségi kapitányok az elmúlt években. Igaz, hogy volt jó is, úgyhogy az előzőektől se lehet elvenni, azért a sikereket már nem is kell. Mondjuk én inkább egyre tippelnék, hogyha lehet az elmúlt évekből jó szövetségi kapitányt választani. Na de tekintsünk egy kicsit előre is, mondjuk az Európa bajnoki csoport szereplés mennyire lehet kihatással majd a VB-selejtezőkre ősszel? Én szerintem biztos, hogy kihatással lesz, hiszen mit így előzetesen említettünk, hogy ez a fajta EB-n való szereplés, annak én nem jutottunk tovább ebből a csoportból, sőt a realitás ennél sokkal rosszabb képet festett az EB előtt szerintem, hogyha őszinték akarunk lenni. Ez elég muníciót tud adni a válogatottnak, illetve a közönségnek. Én szerintem most ez a kettő nagyon jól össze találkozott. Ez az EB, ez egy jó alkalom volt arra, hogy mondjuk a válogatott mögött az elmúlt években már egyébként is beállt a közönség, tehát a válogatott meccseken, igaz, hogy nem a Puskásban, de ezt megelőzően a Lupomában folyamatosan teltház előtt játszott a válogatott selejtezőket. Ez a lendület én szerintem kitart, hát ez attól fog függni, hogy a VB selejtezőkön meddig tudunk elérni. Az indulásunk szerintem nem volt rossz, hogyha azokat az eredményeket nézzük. Most egy kicsit szerintem bánhatjuk a lengyelek elleni gólt, amit a végén kaptunk, és ezzel nem sikerült igazából a mi javunkra fordítani a mérkőzést. És hát ugye egyből szeptember 2-án jönnek az angolok. Most azt mondom, hogy ez egy kulcsfontosságú mérkőzés lesz, hiszen az látszik, hogy aki pontokat fog veszíteni, az a későbbiek folyamán hátrányban lesz a csoportban. Feri, hozzád még lenne, mint edzőhöz egy utolsó magyar válogatott béli kérdésem. Hogy lehet az pedagógiailag elmagyarázni mondjuk Séfer Andrásnak, aki egy ilyen jó teljesítményt hozott az Európa-bajnokságon, hogy ősztől valószínűleg a sokkal jobban teljesítő Szoboszlai Dominik átveszi a helyét? Hát én nem tudom, hogy ez szóba jött egyáltalán, de ha szóba jön majd, biztos meg lesz rá a szövetségi kapitánynak a módszere arra, hogy hogyan adja ezt át. Én edzőként mindig azt mondom, hogy a legjobb csapat játszó, a mindenkori legjobb formában lévő játékosokba állítsuk össze a csapatot. Ugye egy szövetségi kapitánynak az a lehetősége van, hogy meghívhatja a legjobb játékosokat is, és meghívhatja a rendszerébe tartozó, vagy egy rendszer kitalál, és a rendszerbe tartozó legjobb játékosokat. És szerintem meg fogja találni, de hát most én úgy látom, a Schäfer az bizonyított, úgyhogy a keretben mindig képp ott lesz a helye, és hát ha jobb lesz, mint a Szoboszlai, én majdnem biztos vagyok benne, hogy a Rossinak van annyi abban a bizonyosban, hogy be fogja rakni. Na de visszakanyarodva az Európa-bajnoksághoz, ami ugye ennek a különleges adásnak is a fő tematikája, nézzük át gyorsan a csoportokat, hogy egyébként mi zajlott a többiben, kezdve mondjuk Olaszországéval, akikkel hát nem árulok el nagy titkot, hogyha azt mondom, hogy a végső győztesek, mert ezt valószínűleg mindenki tudja már. Mennyire volt az meglepő, hogy ennyire magabiztosan tudták hozni ezt az A-csoportot az olaszok? Hát én azt gondolom, hogy az volt inkább a meglepetés, hogy Wales és Törökország mennyire gyenge volt, mert szegény Törökország az tényleg borzasztó futballt művelt, és azt gondolom, hogy nyilván itt azért van egy tapasztalt edző, aki ezt talán jobban meg tudja erősíteni, de tényleg borzasztó volt őket nézni, tehát mintha abszolút még kedvük se lenne ezen az EB-n szerepelni. Ez nagyon nagy csalódás volt, illetve hát fociba Wales-től meg nem sokat láttunk, nem tudom, hogy mit lehetett várni. Nyilván akik jobban követték a válogatottat, többet tudnak erről, de azért talán a bélvezette támadó szekciótól valami más lehetett volna. Illetve azért még itt Svájc se mutogatta annyira egy oroszlán körmeit, amit meg egyébként később azért azt gondolom, hogy ők is most jó szájízzel gondolnak vissza erre az EB-re, mert utána viszont abszolút meglepetéseket hoztak, de hát Olaszország az meg szerintem parádisan lehozta ezt a csoportot, tehát tényleg magabiztosan, helyenként jól játszva, mindig volt egy-két extra teljesítmény, úgyhogy én nem vagyok egy nagy olasz foci párti, de itt tényleg azt mondom, hogy voltak szituációk, amikor csettintett az ember, mert tényleg jó volt. István, viszont te olasz futballrajongó vagy. Igen. Neked mennyire volt meglepő ez a fajta dominancia, illetve az, hogy főleg letámadásra és ilyen abszolút futballra hajazó játékot produkáltak az olaszok?
De megmondom őszintén, annak is örültem, hogy kijutottak, hiszen az ezt megelőző világbajnokságot kihagyták a pótselejtezőn, hogy alul maradtak a svédekkel szembe. Úgyhogy én vártam, hogy újra megjelenjenek, és valahol titokban szorítottam nekik. Én szerintem egyéni játékosokat nézve ez egy gyengécske olasz válogatottnak tűnt nekem. Viszont az a játék, amit játszottak, az engem is meglepett, és sokkal jobb játékra számított, sokkal jobb játékot kaptam tőlük, mint amire előzetesen gondoltam. Ugye ezt megelőző világeseményeken azért az olaszokra általában ez az egy gólos mérkőzés, és utána pedig a kőkemény védekezés jellemezte, ezért mondják sokan, hogy nagyon nézhetetlen az olasz labdarúgás. Ehhez képest meg ezen az Európa-bajnokságon meg ennek a teljes ellentétjét mutatták be. Én legalábbis úgy láttam a mérkőzések alapján, egy nagyon impulzív, folyamatos letámadásban lévő olasz válogatottat láttam, aki mint maga a csapat az valami elképesztően jól mozgott együtt a pályán. Itt most én talán a kapus, illetve a két, tehát a Donnarumma, meg a két belső védő kivételével a többiek, azok most nem olyan nagy nevű vagy világklasszis olasz játékosok, mint esetleg ezt megelőzően szerepeltek a válogatottba, de mégis valami olyan óramű pontossággal voltak összerakva, és annyira jól mozogtak együtt a pályán, úgyhogy nekem mindenképpen egy ilyen nagyon üde színfolt volt. Az, hogy eljutottak a végig, és meg is nyerték, hát ez meg csak hab volt a tortán. Nekem. Hát Feri, mi pedig ugye korábban beszéltük, hogy vajon Mancini a megfelelő ember, vajon ő kell az olasz válogatott élére, hát erre most megkaptuk a választ. Erre nehéz lenne azt mondani, hogy nem. Viszont hogy tudja magát ennyire jól fölépíteni egy edző, hogy zenit mélységekig süllyedt, ami lássuk be, hogy az ő pályafutását tekintve egy mélység, most pedig Európa bajnok lett. Hát emlékszel, a múltkor erre mondtam, hogy csatár volt. Csatárban általában jó edző lesz. Ő ez csak a vicckedvéért. De a másik azért nem volt egy rossz játékos, ugye emlékszünk rá, tehát azért simán vitte volna a prémet ebbe az ő válogatottjába, tehát a Mancini ez nagyon jó játékos volt. Harmadrészt pedig én, amit olvastam, meg ugye az edzőnek a munkája az mindig látszik a csapaton. Tulajdonképpen az egy visszaadása annak, hogy milyen az edző személyisége, és ez mutatja, hogy hihetetlen kreatív a Pali egyrészt, és itt tényleg itt az utolsó 2-3 éve, hogy összerakta ezt az egész válogatottat, amilyen stábot rakott az egész mögé, mert nem tudom, olvastátok-e, de majdnem 20 fő stábja volt, tehát elképesztő. Elképesztő. Például az a Vialli, aki csapattársa. Így van, tehát itt a Sampdoriában sok mindenkivel játszott, stb. De hogy tehát ezt az egészet mozgatni, mindenkiben megbízni, mindenki elfogadni, kinek fogadja el a véleményét, tehát azért ez már művészet, tehát ez a szervezésnek az egy művészete. És mellette ugye még kellett irányítani a csapatot is. Úgyhogy tehát tényleg le a kalap, és emlékszel, hogy tippeltük is a dolgot, úgyhogy nem véletlen én meglepetésnek is az olaszokat tettem meg a végső címre is. Akkor valahogy azt éreztem, hogy ez az a játék, ami bennem is benne van. Ha megnézitek, itt volt mozgás, volt élet ebbe a csapatba, úgy mondjam. Tehát nem csak azt a sémás képfocit játszották, mint egy-két más csapat. Úgyhogy le a kalappal előttük. Térjünk rá a B csoportra, amit viszont torony magasan szintén nyert egy csapat, Belgium név szerint. Egyébként meg nagyon érdekesen alakult a másik három csapat összecsapása, hiszen mind a három pontot szerzett, ami szintén egyedülálló ezen az Európa bajnokságon. És akkor kezdjük is talán Dániával, ami egy nagyon szomorú történettel indult, de végül is pozitív kicsengése volt, hál' Istennek. Ez lélektanilag mennyire tud beleszólni egy csapat életébe? Én azt gondolom, mindig ez egy ilyen, biztos, hogy beleszól, csak azt gondolom, hogy mindig a végkimenetel szempontjából magyaráznak valamit bele utólag. Tehát biztos, hogy ez megrázta, tehát ezt nem is tudjuk mi elképzelni, hogy egy régi ismerős, egy tök
10 éves ismerettség, akivel gyerekkorom óta együtt focizok, mert a korosztályos válogatottakból együtt jövünk, az ott összeesik, nem tudom, hogy hogy van, jól van, nincs jó, azt mondják, hogy stabil az állapota, de azért most még az nem egy 100%. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon nagy befolyásoló tényező, csak ugye mindig úgy utólag az, ha jól szerepelnek, akkor hát most ebből merítettünk erőt, hogy Eriksenért focizunk, ha meg mondjuk leszerepeltek, akkor azt mondják, hogy hát annyira megrázta őket, hogy ugye nem tudták. Tehát, hogy ez ilyen, azért mondom, ezt így kivetíteni nehéz, de azért biztos, hogy egy óriási drámája, meg egy óriási mellékszála volt ez az EB-nek. Talán helyenként többet is beszéltek róla, mint magáról a fociról, de hát ez is majd olyan pozitív folyamatokat indít el, amivel később ilyen hasonló tragédiák, mert azért sajnos azt tudjuk, hogy még a megyei pályák szélén nincsen 20 fős orvosi stáb, meg hasonlók, hát ha valami olyan folyamatot meg elindít, aminek következtében egy-két haláleset még megelőzhető lesz. Ja, futballban nem szoktunk arról beszélni, hogy mi lett volna, ha. De tegyük föl, hogy ez a nagyon szerencsétlen eset nem történik meg. Mennyire lett volna erősebb Dánia, hogyha Eriksen végig kíséri ezt az utat? Azt gondolom, hogy ez innentől mind csak teória, hogy milyen lett volna Dánia. Ugye Dániát egyébként is említették ilyen meglepetés csapatnak több helyen, hogy most esetleg ugye többször lehetett látni a médiában, hogy kicsit előhozták a 92-es dán válogatottat, aki... Csak hát ők ugye nem a strandról érkeztek. Igen, ők nem a strandról érkeztek, de ugye megpróbáltak párhuzamot vonni velük kapcsolatban, és ugye most így egyből a legelső mérkőzésen kiesett idézőjelben a legjobb játékosuk. Én szerintem, ha van, akkor se jutnak tovább. Tehát, hogy magasabbra szerintem akkor se jutnak. Lehet, hogy amit a Márk mondott, ez mentálisan lehet, hogy adott nekik egy plusz löketet, illetve most akkor azt mondom, lehet, hogy lekerült a többi játékosról meg egy teher, hogyha most nincs a legjobbunk, akkor innentől bármilyen eredmény jó, mert nem lesz kifele negatív történet, és ez egy olyan plusz energiát mozgatott meg, ami után ők azért így tudtak lépni. És azért legyünk őszinték, az, hogy ők eljutottak a legjobb négy közé, azért az egy nagyon hosszú szerencse faktor, hiszen az az ág, amire kerültek, tehát ugye ez egyetlen egy csoport, ahol a három ponttal tovább lehetett jutni, ez is egy nagy szerencse, és azt követően pedig olyan ellenfelek jöttek velük szembe, akivel alapvetően ők közel hasonló játékerőt képviseltek, és azokat akkor így meg tudták verni. Hogyha megnézzük a harmadik helyezettek listáját, akkor egyetlen egy darab csapat fért be három ponttal a legjobb harmadikak közé, Dánia pedig három ponttal jutott tovább második helyen. És kérdés, hogy ez alapján ők voltak-e jobbak, mint a finnek és az oroszok a csoportmérkőzéseken? Hát három pontot szereztek, tehát mondhatjuk, hogy ugyanolyan jók voltak, ugye, mert a futball góra játsszák és pontokra játsszák. Van itt ez az összehasonlítás ugye azzal a dán csapat, amelyik ugye az EB-t nyerte, hát ott azért, ha visszanézik a Laurok, meg Fivérek, és olyan játékosok játszottak, akik mondhatom azt, hogy nem csak Európa, de világklasszisok is voltak. Azért én azt mondom, hogy itt a játékos állomány azért nem volt olyan jó a dánoknak. Az, hogy egy ilyen szomorú történet után mentálisan erőt tudnak meríteni belőle, Az egy pozitív dolog. De akkor néhány szót a belgákról is ejtsünk, azt javaslom. Ők meggyőzőek voltak annak ellenére, hogy megnyerték az összes meccset? Mert nekem megvallom, volt egy kis hiányérzetem, hogy azért a maximumot bőven nem adták ki magukból. Nekem úgy tűnt a torna elején, ugye mindenki azt mondta, hogy, vagy sokan azt mondták, hogy a belgák azok itt a franciák mellett az egyik legnagyobb esélyese a torna megnyeréséhez. Én ezzel egyet tudok érteni, amit te mondtál, mert látva az ő mérkőzéseiket, nekem se volt az ő játékuk annyira meggyőző, annak ellenére, hogyha most itt ránézünk, akkor 7-1-es gólaránnyal 9 ponttal mindenki mérkőzést megnyerték. Valahogy nekem mégsem volt mégsem azt a képet láttam velük kapcsolatban, hogy ők egy ilyen legyőzhetetlen válogatottnak tűnjön, aki végig fog tudni menni ezen a
az EB tornán, és esetleg elhódítatja a trófeát. Nekem a játékuk az nem volt annyira meggyőző, és inkább többször láttam. Tehát elképesztő, hogy egyéni képességből álló játékosok alkották a belga válogatottat, de valahogy nekem mégis hiányzott, annak ellenére, hogy 9 pontot szereztek, nekem mégis hiányzott valami. És azért javaslom, hogy ugorjunk a C csoportra, mert Hollandia is hasonlóképpen zárt, és valamiért bennem ugyanezek az érzelmek kavarognak, amikor visszaemlékszem a hollandok csoportmeccseire. Csak ők még talán egy picivel többet is szenvedtek, például Ukrajna ellen. Hát hollandok is már régóta azért nem ugyanaz a csapatuk vannak, mint a nagy holland válogatottaknak régebben, ugye most már rendesen megy az idő. Én most vártam tőlük egy kicsit, egy fellendülést, vagy legalábbis a selejtezők alapján, de nem, igazán nem tudták a saját árnyékukat, átlépni, szerintem. Igaz, hogy nyertek itt 8-2-es gólarányán nyerték a csoportot, de én azt mondom, utána nem voltak olyan meggyőzőek, és se játékban, pedig se az egyéni játékban. De Boer volt egyébként az első szövetségi kapitány, akit elküldtek, amint kiesett a holland válogatott. Neki köszönhető ez a viszonylag gyenge szereplés összességében? Én igazából nem tudom, hogy a hollandoknak mi volt a reális elképzelésük ezzel az Európa-bajnoksággal kapcsolatban. Nyilván nem vagyok edző, nem vagyok a szövetség alkalmazottja. Igazából ezt a csoportot megnyerték, Ukrajna volt szerintem a legnehezebb ellenfelük, őket is, mondjuk igaz, hogy otthon játszottak, tehát ezt a csoportot vették igazából simán. Most az, hogy a csehek ellen utána nem sikerült, én szerintem ez most ilyen szempontból benne van. Én Hollandiát valahol egy picit tartottam a torna előtt meglepetésnek, hiszen ők is ugye ezt megelőzően kihagyták a világbajnokságot, ami ugyanolyan meglepetés volt, hogy nem jutottak ki. Tehát egy picit visszatértek a futball elitjébe. Nem alkotnak rossz játékosokat, amit a Feri elmondott, valóban most nincsenek olyan világklasszisaik, amik ezt megelőzően voltak, de nekem nem tűnt ez annyira olyan nagy kudarcnak, ami után ez volt az első lépés, hogy föl kellett állítani a szövetségkapitány, de még egyszer mondom, én nem vagyok tisztában az ottani elvárásokkal, illetve az edző kvalitásával ebben a kérdésben. Én nem feltétlenül az edzőben láttam ezt a hibát, hogy ők most így szerepeltek. Én annyit azért hozzátennék, hogy tehát szerintem azt kijelenthetjük, hogy a szövetségkapitányok, tehát ott tart most a futballpiac, hogy a szövetségkapitányok azért legalább egy polccal lejjebb vannak, mint a top edzők, tehát hogy nem véletlenül, hogy akik mindig top edzők, azok most éppen vagy a Premier League-ben, vagy a Real Madrid, Barcelona ezen a vonalon mozognak, és akinek ilyen ajánlata nincs, vagy már öregebb, úgy érzi, hogy ez az állandó stressz, az kicsit sok neki, ők mennek el jellemzően szövetségi kapitánynak, tehát most nem véletlenül egy Mourinho-nál is azt mondják, hogy még egy-két csapat, és valószínűleg akkor a portugál válogatottat fogja átvenni, ami ott még mindig egy óriási szakmai előrelépés. És ebben a kasztban szerintem most azért a De Boer még mindig a gyengébek közé tartozik, és a nem véletlen, hogy a holland közvélemény már előtte kiket, tehát EB előtt kikezdték, úgy ment, ugye aki kint volt a budapesti holland csemérkőzésen, az a bemutatásnál hallhatta már akkor, hogy hát ha azt mondom, hogy nem kitűnő és kitörő örömmel fogadták a szövetségi kapitány bemutatását, akkor szerintem finoman fogalmaztam, és egyébként meg abban megcsatlakoznék az előttem szókhoz, hogy minőségbe se, hiszem, hogy mondjuk Depay, Wijnaldum, egy-kettő kiemelkedő játékosuk van, de hogy ez messze nem az a holland válogatott, akik mindig ott voltak a legjobb négybe. Menjünk tovább a D csoportra, ahol megint csak találkozunk egy toronymagas esélyessel, akik viszonylag simán hozták a papírformát, mert az angolok elsőként jutottak tovább, mögöttük a horvátok és a csehek jutottak még tovább 4-4 ponttal, és utolsó helyen a skótok, akik viszont szerintem nagyon szimpatikus futballt játszottak. Ők mennyire lettek meg titeket? Én nem sok skót meccset láttam, megmondom őszinte, egyet vagy kettőt talán. Tényleg szimpatikus volt, ez a legjobb szó rá, hogy szimpatikus futballt játszottak, de úgy látom, hogy egy pontjuk maradt csak a végére, tehát szimpatikus futball néha ennyit ér. Az angolok meg, ugye látjuk, hogy ugye 7 pontot szereztek, 2-0-as gólkülönbsége,
Mit jelent ez, mit mutathat előre? Ez egy nagyon masszív csapat, rettetesen masszív csapat, de valami hiányzik. És ugye utólag kiderült, hogy mi hiányzik, mert az utolsó meccsen a két csatár ugye nem lőtt kapura, hogy gólt se rúgtak és kapura se rúgtak. Tehát valami hiányzott az egész gépezetből, hogy mi ez egy hosszabb ugye, történet, de ugye itt már lehet látni, hogy egy stabil csapat, nagyon nagy, nagyon erősnek tűnő csapat, és mégis valami hiányzik. A horvátok az előző világeseményen egy világ szimpátiáját vívták ki ezzel a meneteléssel, amit a világbajnokságon produkáltak. Viszont mekkora visszaesés ez, hogy az utolsó pillanatig izgulni kellett, hogy egy ilyen csoportból tovább jussanak? Számomra egyébként nem volt annyira meglepetés, én nem vártam a horvátokat. Én valóban azt, hogy a 2018-as évük az egy ilyen elképesztően kiugró, jó és szerencsés, és minden úgy alakult nekik, minden csillagzat, meg minden, hogy az egy fantasztikus. Ennek ellenére nem akarom elvitatni a játékosoknak a tudását és a kvalitását. Szerintem nagyon örülnénk, ha ilyen játékosaink lennének a magyar válogatottban, de hogy egy ilyen kiugró eredmény után általában azért mindig van egy megtorpanás. Azért Horvátországnak az a fajta merítési alapja nem feltétlenül ugyanaz, hogy a következő generáció is ugyanolyan jól fog tudni szerepelni, hiszen nekik az a generációjuk, akivel elérték ezt a nagy sikert, ezek lassan kiléptek a válogatott kötelékéből, és ugye megpróbálták fiatalítani a mi idő és rutin kell, ami ehhez vezetett, hogy végül is a csoportból tovább tudtak jutni. Szerintem végig küzdködtek, egyik meccsen se játszottak olyan elképesztően jól, és ugye a végén a skótok ellen volt egy kiki meccsük, ami szerencsésen alakult. Törvényszerűséget láttak-e különben, vagy egy kis tendenciát? Hát azt mondom, Horvátország, Franciaország, Belgium, ugye a VB-n nagyon jó helyezést értek el. Váltottak szövetség kapitányt? Nem. Nem váltottak. Tehát nagyon-nagyon fontos ez, hogy egy szövetség, vagy egy ország, tehát labdarúgásának az előjárói, hogy ki tudják-e tűzni újra vagy olyan célt, ami még motiváló a játékosoknak is, és a szövetségkapitánynak is. Mert ugye nem tudják kitűzni, vagy nem olyan célokat tűznek ki, akkor is te igazából így járnak, hogy a franciák, vagy a belgák. Megmondom őszintén, például csak egy Jürgen Klopp, ugye helyjátszunk a gondolattal, lett volna a belgák edzője, ott vannak a döntőben, majdnem biztosan mondom. Ez egy olyan jó, a három évvel ezelőttiben pláne azzal a válogatottal. Tehát a belga válogatott egy erős válogatottat, és akkor lehet, hogy Lukaku, ez megint teoretikus, de ha megnézzük ez a három csapatnak, hogy törvényszerűen, hogy nem tudják már kihozni ugyanazt azt a sikert, ugyanazt a játékot, mint akkor. Tehát, hogy vagy le kéne cserélni majdnem az egész keretet, ugye, vagy egy új játékmód, vagy egy új szövetségöktény, tehát ugye meg kell ülni mindig. Hát de Feri, ebben teljesen igazad van, csak amíg most azt mondom, hogy a franciáknál lehet, hogy reális lett volna az elvárás a VB után, hogy behúzzák az Európa-bajnoki címet, addig a horvátoknak a VB ezüstérem után a következő világeseményen való, nem tudom mi, jó szereplés az nem biztos, hogy ugyanazzal legyen érték, és ugyanolyan magasságokba tudnak eljutni egy EB-n is, mint amit ezt megelőzően egy világbajnok. Pont ezt mondom, hogyha de lehet, hogy van egy új edző, vagy egy új szövetségkapitány, akkor úgy fölépíti újra, és akkor lehet, hogy siker, egy olyan, amit most elértek, az egy siker. De ugye ennek a szövetségkapitánynak, oké, sok több új játékos volt, de azért megmaradt a mag, így van, tehát játszottak a nagy öregek, és őnekik már azért nem ugyanaz a motiváció. Tehát ugye valaki most, egyszer már volt a Monteresten, még egyszer legyőzni a Monteresztet, az nem biztos ugyanaz, mint először. E csoport következik, ahol hát talán a legnagyobb meglepetés, hogy nem a spanyolok nyerték a csoportot. Vagy meglepetés? Hát én azt gondolom, hogy érdekes kis csoport volt ez. Nyilván mondhatjuk, hogy meglepetés, bár... A spanyolok kicsit nekem olyan érzést keltettek, hogy nagyon szuper, föl is van építve a játékuk, de van bennük egy ilyen kis, nem tudom, ott a kapu előtt mindig egy blokk, egy ügyetlenkedés, egy kicsit ilyen dekoncentráltság, nem tudom, egy ilyen, tényleg nem tudom meghatározni, de valamiért ezzel a góllövéssel sokszor azért hadilábon állnak.
Ami viszont tényleg meglepetés, és Svédország megnyerte szerintem ezt a csoportot, de egy olyan játékkal, ami, hogyha most azt mondja valaki, hogy beleszeretett Svédországba, és most svéd válogatott meszt rendelt, akkor én azt biztos, hogy elküldöm az orvoshoz, mert szerintem az is borzasztó volt, amit ott ők művettek labdarúgás címén, de eredményes volt, és ez egyébként sokszor meg ugye nyilván felülírja. Ezen kívül meg talán beszélhetünk arról is, hogy azért a Magyarországon egykor sikereket elért Paulo Sousa, meg hát a lengyelekkel meg nem igazán találta meg egyelőre azt a felállást és azt a harcmodort, amivel eredményesek lehetnek, mert szerintem ők is azért egy nagyon alul teljesítettek, és főleg itt a, nem is az egy pont, hanem az a játék, amit nyújtottak, tehát azt szerintem egy kicsit ilyen kilátástalan volt. Egyébként még annyit hozzáfűznék a svédekhez, hogy ők meg pont talán azzal vívtak ki szimpátiát, hogy a rendelkezésre álló keretből talán itt teljes mértékben kihozták a maximumot, hogy csoport elsők tudtak lenni, főleg ilyen játékkal. Gyorsan csak visszakanyarodva az utolsó csoporthoz, a Németország-Portugália meccset megszavazhatjuk az EB legjobb meccsének? Én ezzel kapcsolatban azért nem tudok válaszolni, mert én akkor éppen a magyar válogatott meccsén voltam élőben, úgyhogy én ezt a mérkőzést nem láttam. Igen, szerintem annak megszavazhatjuk, hogy a méltatlanul legkevesebbek által Magyarországról nézett mérkőzésnél biztos, hogy megszavazhatjuk, mert szerintem azért nagyjából mindenki ott akkor a magyar-francia mérkőzés lázában égett. Hát én felváltva, ugye nem tudtam menni a mérkőzésre különböző okok miatt, és ezért én felváltva, hogy elnéztem a kettőt, de inkább ugye, a magyar meccset. Nem is, hát nem volt az egy időpontban, hogy egymás után volt, jól emlékszem, úgyhogy én láttam mind a kettőt. Hát ennyi fért a mai adásunkba, de pontosan egy hét múlva innen fogjuk folytatni, ugyanúgy veletek, úgyhogy egyelőre köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és innen folytatjuk majd. Oké, köszönjük. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk tartottak, de tartsanak velünk jövő héten is, mert ugyan innen folytatjuk majd. Viszontlátásra. Thank you.